Williams Televízió. 2019. május 26-ára írta ki Áder János köztársasági elnök az európai parlamenti választásokat. A szavazópolgárok általános tudnivalóit és a legfontosabb dátumokat a voksolás időpontjáig Mohainé Jakab Anikó jegyző ismerteti. Az egyik legfontosabb, hogy valamennyi választópolgár, aki szerepel március 20-áig a névjegyzékben, az a Nemzeti Választási Irodától fogja megkapni közvetlenben postai úton a választási értesítőt április 5-éig. Aki március 20-a után kerül fel erre a névjegyzékre, az pedig a helyi választási iroda fogja kiértesíteni a különböző kérelmek feldolgozása után. Itt az lenne a kérésem, ha valaki nem kapja meg a választási értesítőjét, vagy elveszíti, akkor az jelezze a helyi választási irodánál, és ezt haladéktalanul tudjuk neki pótolni. Milyen típusú kérelmekkel lehet élni, és milyen időponttól? Meg kell várni március 21-ét azzal kapcsolatosan, hogyha valaki a szavazás napjával összefüggésben szeretne valamilyen kérelmet benyújtani hozzánk. Ilyen lehet például a mozgóurna iránti kérelem, ha valaki külföldön tartózkodik, a külképviseleti névjegyzékre való kérelem, illetve hogyha nem Magyarországon tartózkodik, de nem az állandó lakóhelye szerinti településen, akkor pedig átjelentkezési kérelmet adhat be. Itt nagyon fontos megjegyezni, hogy legkorábban március 21-től fogadhatja be a helyi választási iroda ezeket a kérelmeket, és akkor is tudjuk elkezdeni ezeknek a feldolgozását. Ha a magyar állampolgár nem itthon tartózkodik a szavazás napján, és ezt ő már előre tudja, akkor nagyon szeretnénk kérni, hogy minél hamarabb adja be a külképviseleti névjegyzékre való jelentkezését, mert ennek a határideje május 17-e, 16 óra. Tehát ez egy elég korán lejáró időpont, tehát jó lenne, hogyha a választópolgárok, ha előre tudnak egy utazási időpontot, akkor a külképviseleti névjegyzékre felkéreckedhetnek. Hogy melyik külképviseleten van szavazás, az a választás.hu oldalon elérhető. Hogyha nincsen semmilyen kérelem, és az emberek megkapják ugye a tájékoztatót, majd a szavazás időpontjáról, igaz, hogy még elég messzire szaladunk, hogyha erről beszélünk, de magáról a szavazás menetéről mit kell tudniuk az embereknek? A szavazás menete az ugyanúgy van, mint a többi szavazásnál, hogy reggel 6 órakor nyitnak a szavazóhelyiségek, este 7 óráig lehet szavazni. Listákra kell itt szavazni a választópolgárnak. Magyarország 21 darab képviselőt küldhet ki az Európai Parlamentbe. A pártok fognak listát állítani, és egy listára kell szavazni érvényesen, vagy egy keresztel, vagy egy X-el, tehát egymás vetsző két vonallal, akkor lesz érvényes a szavazat. Mi van abban az esetben, hogyha uniós állampolgár is itt él Vecsésen, ő is szeretne szavazni? Uniós állampolgárnak két lehetősége van a szavazásra. Eldöntheti, hogy ő az állampolgársága szerinti lakóhelye szerint szeretne szavazni, akkor abban az országban, abban a névjegyzékben szerepel ő, és akkor viszont vagy kiutazik, vagy pedig rákéreckedik erre a névjegyzékre. A másik megoldás, hogyha az uniós állampolgár itt van Magyarországon, és itt szeretne szavazni, ez úgy van, hogy ő akkor, amikor lakcímet létesít, automatikusan fölkerül a választói névjegyzékre. De ezzel az automatizmussal ő csak az őszi önkormányzati választáson vehet részt a szavazáson. Ha most az Európa Parlamenti választáson is itt szeretne szavazni, akkor kérnie kell már a választási irodától, hogy erre a választásra is kiterjedjen az ő választójoga. És akkor az adott lakcím szerinti szavazókörben a magyar listára fog szavazni az uniós állampolgár. Mozgóurnát meddig lehet igényelni? Mozgóurna igénylése május 22-én 4 órakor jár le ennek a határideje, hogyha valaki elektronikus úton hozza be, illetve még a szavazás napján, ez egy nagyon fontos módosulás, 12 óráig lehet csak szavazni, vagy lehet kérni mozgóurna kérelmet a Szavazatszámláló Bizottságtól. Az átjelentkezés határidejét is mondanám, az pedig szintén május 22-e 16 óra. Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy 2 nappal korábban járnak le ezek a határidők. Tehát eddig mindig a szavazás napja előtti péntek 4 órakor jártak le, mind a mozgóurna, mint az átjelentkezés, mint pedig a külképviseleti is a korábbi, egy héttel korábbi időponthoz képest. Ezeket az időpontokat most május 17-re, illetve május 22-ére módosították. Ez azt jelenti, hogy egy picikével korábban be kell fejezni a kérelmek benyújtását. Nemzetiségi névjegyzékkel kapcsolatban, illetve hogyha valaki az adatait jobban szeretné védeni, ezzel kapcsolatban mi az, amit tudna tanácsolni, javasolni?
Központi névjegyzékkel kapcsolatosan bármely választópolgár választástól függetlenül bármikor adhat be kérelmet a helyi választási irodához, arra vonatkozóan, hogy a választópolgár valamely nemzetiséghez tartozónak vallja magát, függetlenül attól, hogy most éppen országgyűlési választás vagy egyebek folyamatban van vagy nincsen, akkor, hogyha ő személyes adatainak kiadását meg szeretné tiltani, erre is lehetőség van, bármikor benyújthatja ezt a kérelmet is, és van még egy, hogy a fogyatékkal él a választópolgár, és ebben kér valami segítséget, akár egy szavazáshoz egy sablont, vagy pedig bármilyen segítséget, egy könnyített szavazást, ezt is bármikor be lehet nyújtani a helyi választási irodához. A szavazás feltétele a betöltött 18. életév? Igen, mindenképpen. Tehát aki a szavazás napjáig betölti a 18. életévét, az már szerepel a választói névjegyzéken. Tehát aki most a választás kitűzésétől a szavazás napjáig betölti a 18-at, az már ugye fönt van a névjegyzéken, és ők az úgynevezett első szavazók, akiket nagyon sok szeretettel várunk. Magáról a szavazás menetéről mit kell tudniuk az embereknek? A szavazás menete az ugyanúgy van, mint a többi szavazásnál, hogy reggel 6 órakor nyitnak a szavazóhelyiségek, este 7 óráig lehet szavazni. Listákra kell itt szavazni a választópolgárnak. Magyarország 21 darab képviselőt küldhet ki az Európai Parlamentbe. A pártok fognak listát állítani, és egy listára kell szavazni érvényesen, vagy egy kereszttel, vagy egy X-el, tehát egymás vetsző két vonallal, akkor lesz érvényes a szavazat. Úgymond a megszokott helyre menjenek a helyi lakosok szavazni? Tehát ahol általában az országgyűlési választások is zajlanak? Igen, igen. Mindenkinek oda kell menni szavazni, de ezt a választási értesítőben pontosan szerepelnek is ezek a szavazóhelyiség címek, és azok, akik új lakosok, vagy pedig új utcában létesítettek már lakcímeket, már őket is bekörzetesítettük, tehát a választási értesítőn nekik is meg lesz a pontos címük. Really?